Sziasztok, fel vagyok, és most az IS3-ról fogunk megnézni egy visszajátszást, amit én követtem el, és konkrétan néhány perccel azelőtt, hogy ezt a videót felveszem. És hát nem lesz ez a világ legfantasztikusabb meccse, nem lesz benne 8 millió kill, de lesz benne elég sok sebzés, biztos lehet többet is elérni. Amiért most ezt csinálom, az az, hogy egyrészt az IS3 egy olyan tank, amit szerintem nagyon-nagyon sokan szeretnének elérni. Másrészt azért, mert nemrégiben megvettem, és elkezdtem vele játszani, és természetesen nem volt meg a legnagyobb ágyú. És ez az első meccs, amikor végre az új, a nagy BL9-es ágyúval játszottam, és szeretném megosztani veletek az élményeimet erről az ágyúról. Na most az IS-3 az ugye a 8. szintű orosz nehéz tank, az egyik, ugye ez az IS vonalon. Ezek a gyorsabb, kicsit kevésbé páncélozott tankok ugye a KV vonalhoz képest. Hát ilyen igazi, alacsony, alattomos genyók tank. Meglehetősen gyors, az képest, hogy nehéz tank. Jól páncélozott, főleg a torony, mivel elképesztően jól lekerekített. Vannak nagyon komoly gyenge pontjai, ugye itt alul a csőr alatt természetesen nagyon áttörhető, ami talán jellemző. Aztán azt hiszem, hogy itt oldalt ezek az orcái, ott oldalt az a két háromszög, nem tudom mennyire látjátok, pont a sárvédők fölött elvileg az is átüthető, és ott van egy lemez, egy ilyen négyzet alakú lemez, pont az ágyú fölött, ami szintén nagyon könnyen átlövető. Tehát annak ellenére, hogy viszonylag jól páncélozottak, igaziból elég sok helyen át lehet lőni. Ezt én nagyon sokszor alkalmazom is, amikor ellene vagyok. De azért, amikor az ember át akarja lőni, nem mindig sikerül eltalálni azokat a gyenge pontokat. Ami nagy hátránya az, hogy nagyon könnyen fel lehet robbantani egyébként, ezt én magam is tapasztaltam már, illetve nagyon könnyen fel lehet gyújtani, hogyha ide az oldalára lövöldöztök. Na most a BL9-es ágyúról meg annyit, hogy ugye mielőtt az ember megszerzi, azelőtt, és közben elindítom a meccset, azelőtt ugye a régi IS ágyúk vannak, ami ugyanekkor egy sebez, 390-es az átlagsebzése, viszont csak 175-ös az átütése, ami hát 8. szinten nem valami írtózatos. És hát ugyan át lehet veled ütni dolgokat, hogyha jó helyre lőttök, de annyira még nem túl pontos, hogy a gyenge pontokra lehessen vele célozni. Úgyhogy nagyon vártam már a BL9-est, ami konkrétan jobb az átütése alaplőszerrel, mint a korábbinak prémiummal. Tehát akkor 226-os az átütése. Sokkal pontosabb, mint az előző ágy, egy kicsit lassabban lő. A sebzése meg ugyanaz. Úgyhogy nagyon jó. Na most ezt meg kell jelzni, hogy itt még nincsen meg a legjobb felfüggesztésem, tehát a One Stop még nincs meg ezen a tankon, és még a legjobb rádió sem, minden más megvan, és a legénység is 100%-os. A pálya pedig Mines. Most én vagyok a legnagyobb tank, aminek különösen örültem, hogy kipróbáltam végre a nagy ágyomat így nagy tankként, úgyhogy mindjárt hős vagyok, és kimegyek innen, meg nem várom meg az ellenfelet, hanem mindjárt bemegyek oda az mögé, a ház mögé, ahonnan nem tudnak rám lőni, onnan az ellenség zászlója környékére, és hopp, itt egy Panther 2. Fene megette. Az alap ágyúja van, úgyhogy gyorsan lepatintom, és mielőtt még elmenekül, gyorsan belehúzok egyet. Gond az, hogy itt van egy 110-es, ami itt ugye a 8. szintű nehéz tank, a kínaiaknak gyakorlatilag az IS-3 helyi megfelelője. Hihi, kilóg. Oké, okay. De csak 320-at sebeztem, igazán kellemetlen. Tehát ő az gyakorlatilag az ellenfél legnagyobb tankja, és velem egyenlő szintű, és ő mindjárt belém is húzott egyet. Közben van ott még egy Panzer 5 M10-es, aki szintén egy jó játékos. De jó nagy célpont is, és hú, jó érzés ez az ágyval oda pörkölni. Na most a gond az, hogy amikor lövök egyet, akkor ugye 110-esnek lehetősége van arra, hogy belém durgasson egyet. Van mögöttem ugyan egy T-34-es, de nem sok vizet zavar a meccs alatt sajnos. Hoppá, 380-as, ez nem vagyok nagyon szerencsés, mert ez az ágy, vagy 390 az átlagos. Íjjjj. Látjátok, azért át lehet lőni ezt a tankot elég könnyen. Mondjuk a kínai ágyuk elég kemények. Tehát igazából akár 500-at is sebezhetnénk, de valahogy mindig ilyen 300-as lesz belőle. De nem baj, azért maga a tény, hogy egy sima átlaglőszerrel átlőtek bármit, az tök jó. Eddig 1580-as sebzés, és itt jön a Panzer 5M10. Megpróbálok így oldalt kimenni, ugye, ahogy már jó pár videómban mutattam, hogy a lánctalpaimmal levegyem a lövést, de a Panzer 5-ös nem akar velem kötözködni, inkább elmegy hátrébb. Kimegyek, és ez meg kijön így elém, hát egyefene. És megint 351 sebzek. A szerencse az sosem szokott velem lenni különösebben, tehát ezt mondjuk már észrevehetétek a többi videómból is. Hát ugye fene, kijösszön, én megint kapsz egyet. És megint 384, mindig az átlag alatt sebzek, de mindig átmegy. Azt azért, és ez már hatalmas élmény. 4-3 az állás, és hát egyre még elég kiegyenlített ez a meccs. Már lesebződtem, 577-en vagyok.
T-110-es van, másfél, és végre a T-34-es elindult előre. Hát ugye ő a tipikusan megint csak az a prémium huszárnak nevezett ember, aki mielőtt megtanult volna a játékot, már vett magának egy prémium 8. szintű tankot, és játszó nem nagyon tud vele. Nem gond, most is szépen kilométerekre föléli a 110-esnek. Oda se neki. Hú, ott a tigris. Ezt onnan én el akarom szedni. Lepattalva egy Churchill lövés, és bum! Láttatok milyen pontos és király az ágyú. Az előző ágyú az azt hiszem 0.46-os a szórása, ennek meg csak 0.4-es, és ez nagyon látszó, érezhető is a lövésekben. Hát 110, neked annyi. Ennyit erre. Ez két kill, 2955 sebzés. Fúha. Végre valaki belesebzett egyet abba a Panzer 5-ösbe. De az igazság, jó játékos, és az előbb már bántott, hogy én is vissza szeretném neki fizetni ezt a dolgot. Kicsit lassan célhoz, azt meg kell, hogy az ágyúnak, de azért ezzel meg is volt a 3000. És 3 kill. Na hát ezzel már felbátorodtam, az előbb láttam itt egy Churchill 7-es, de semmi más. És őszinte egy Churchill 7-es, nem sok esélye van engem átütni. Főleg nem menet közben, itt messziről. Hogyha közel lenne és a gyenge pontjaimra céloznak, akkor természetesen át tudna. De így azért eléggé bízok az előső páncélomban. És ott van a srác. Sajnos a hülye faltól nem tudok rálőni, nem mertem megkockáztatni menet közben. Úgyhogy van olyan okos, hogy kijöjjön ott. És megjár ez az 95-öt, az Isten nem akar összejönni egy 500-as. Nem szerettem volna. A tüzérség is nem durantott egyet. És van még valami. Lelőttük. Itt is lőttünk le, az IS-3-ast. Maradt egy tigris, 46%-os tigris, tiszta piros. Megnézzük. Hát igen. 100-ból 10-es a ratingje. Ez sajnos nem sok jót jelent számára. És ez a meccs tulajdonképpen véget is ért. Igaziból semmi extra. Igaziból csak azt akartam megmutatni, hogy milyen hatalmas előnyt jelent, hogyha megvan az IS-3-on a nagy ágyú. Még mindig nincs teljesen kifejlesztve a tank, de már most. Azt megjegyzem, hogy vannak rajta felszerelések. Azt hiszem, hogy a töltés gyorsító van rajta, és talán a szellőzés egyelőre. És nem tudom, hogy már rajta van-e, de szeretném rátenni a célzás gyorsítót is. Ami 10%-a csökkenti a célzási időt, mivel láttátok, elég lassan szűkül össze az a kör, tehát elég sokáig tart, amíg becélzünk pontosan valamit. De amikor becéloztuk, akkor meglehetősen pontos. Ami kicsit ellentmond annak, amit az ember gondol az orosz tankokról, mert az ember azt hinné, hogy nagyot lőnek, jó az átütésük, de nem túl pontosak. Az IS-3 elég pontos is, szerintem. Na hát ez nem volt az a fantasztikus, sok killel tarkított csata, de én nagyon élveztem így az első csatámat a BL9-el. Remélem, hogy ti is megszerzitek majd és játszotok az IS-3-mal, szerintem nagyon szórakoztató.